Nagy Lajos halálát követően belviszály alakult ki a magyar királyságban. Lajos idősebb lányát, Máriát királynővé koronázták, de a kor szokása szerint elfogadhatatlan volt, hogy nő a magyar trónon. A viszályra azt tett pontot, hogy Zsigmond a Luxemburg házból feleségül vette Máriát, és így ő lett a magyar király. Az új uralkodó keze alatt a főurakhoz tartozó várak, birtokok magánkézbe kerültek, így az új arisztokrata réteg, a bárók már nem fügtek a királytól. A hozzáhű bárokkal Zsigmond szövetséget kötött lovagrend formájában, és hűséget fogadtak egymásnak. A rendnek saját címere volt, amire sárkány volt látható. Így jött létre a sárkányrend. A nemrég alakult oszmántörök birodalom rohamos tempóban kezdett terjeszkedni, és közeledtek az oszmántörök csapatok a magyar királyság felé délről. A nikápai csatában a magyarok súlyos vereséget szenvedtek, azonban a védelem biztosítása érdekében egy védelmi rendszert, az úgynevezett végvári rendszert alakították ki az ország határon. Ez annyit jelentett, hogy az ország határában a felépített várak láncszerűen helyezkedtek el egymás mellett ebben az időszakban kevés város volt a többi európai országhoz képest a magyar királyságban. Legtöbbje a királytól kapott kiváltságoknak köszönhetően kapta a szabad királyi város elnevezést. A város lakók egy jó része német vagy olasz származású volt. A városokban a kézművesek céhekbe tömörültek, a bányavárosok száma nőni kezdett, és a mezővárosok száma elképesztően magas volt. A város típus abból fakad, hogy általában mezők, birtokok határolják, néhányukat még fal sem vette körül. Lakói főleg jobbágyok voltak, jelentős kiváltsága a mezővárosoknak, a vásártartás volt.